Jubileumi kiállítással készül a tavaszra a Kékfestő Múzeum. Carl Friedrich Kluge ugyanis 240 éve alapította a kékfestőműhelyt városunkban, 1738-ban telepedett le Pápán. Őseik nem ide valósiak, hanem a szászországi szóraóból érkeztek Magyarországra, először Sárvárra, és érdekes módon átköltöztek ide Pápára. Úgy döntöttek, hogy itt telepednek le, és hát itt folytatták a mesterséget 7 generáción keresztül. És azért is érdekes, mert ilyen tartósan fent tudott maradni ez a műhely, és mindig meg tudott újulni. És meg is maradt számunkra, az utókor számára, és ugye ebből lett ugye 1962-ben a Kékfestő Múzeum. A Kluge család története még rejt titkokat, mondta Méri Edina. Az évforduló kapcsán szeretnék ezt a történetet teljessé tenni. Igaz, hogy Domonkos Otto felvázolta a család történetet, de most, ahogy készülünk a jubileumi kiállításra, ugye mélyebben elmerültünk a család történetében, és érdekes dolgok bukkantak elő, ami ugyan további kutatást is érdemel, megérdemel, úgyhogy most ezzel foglalatoskodunk, hogy a megyei levéltárakban felkutassuk a még meglévő Kluge anyagot. Nagyon jelentős anyag maradt ránk, több mint 100 iratfolyométernyi anyag, ami még feldolgozatlan. És ez most jelenleg a Veszprém megyei levéltárban található, és a kiállításra készülve szeretnénk néhány dolgot még felkutatni, és új adalékot adni a család történetéhez. A múzeumi szakmai vezető arra kéri a pápaiakat, hogy akinek esetleg van Kluge relikviája, bocsássa a múzeum rendelkezésére a jubileumi időszaki kiállítás idejére. Szeretnénk még újabb dokumentumokat, fényképeket is. Ezért tettük ezt a felhívást pápa lakosságához, hogy akinek van birtokában esetleg a műhelyről vagy a múzeumról korabeli fényképe, akkor azt szívesen vennénk az időszaki kiállítás erejéig. Ez fénykép, munkafolyamat, akár egy múzeum látogatásról készült emlék, bármi, ami összefügg a családtörténettel, illetve a múzeum történettel. Bár a családtörténete nem teljesen feldolgozott, a Kékfestő Múzeumban gazdag a tárgyi anyag. A tárgyi gyűjteményünknek a törzsanyagát képezi a Kluge anyag. Ez főként ugye mintafákat, kézi és gépi mintafákat jelent, textíliákat, illetve mintakönyveket. Maguk a mintakönyvek, ami több mint 50 darab, ami csak a Kluge hagyaték, az is nagyon egyedülálló, szinte nincs sehol sem az országban. Ha találunk is mintakönyveket, akkor egy-egy darab maradt meg a múzeumi gyűjteményekben. Úgyhogy ezért is különösen értékes, és hogyha hozzáadjuk még ezt a levéltári anyagot, akkor az egy tényleg egy mekkája a kutatóknak, és ezért is tényleg tervezzük, hogy végre elkészüljön egy alapos családtörténet, amit már mindenki régóta vár. A jubileumi időszaki tárlat egyik érdekessége, hogy tulajdonképpen kiállítás lesz a kiállításban. Ez azt jelenti, hogy az időszaki kiállításnak az elemeit beépítjük az állandó kiállításba. Ez egy speciális logó készült, illetve a tárgyak mellé lesznek QR kódok, melynek segítségével a tárlatvezetésen túl, ha még tovább érdeklődik a látogató, akkor ezt ugye le tudja tölteni, el tudja olvasni hozzá a szöveget, illetve meg tudja hallgatni. Úgyhogy kétféle verzióban is rendelkezésre áll majd az információ. És olyan egységeket választottunk ki, amit eddig ugye a látogató nem látott meg, úgymond, mert nem hívtuk fel rá annyira a figyelmet, például a mennyezeti freskót a kapuajban, vagy például ez a csengő, aztán például új elem lesz a mángorló, amit kaptunk egy felajánlótól Budapestről, ami már be is van üzemelve. Ez egy ilyen kézi mángorló, és a lójárgányos mellé ez egy nagyon jó párosítás, mert egy mángorlásnak egy egyszerűbb formáját mutatja be. Akkor készülünk olyannal is, hogy ugye eddig a gépeink meg lehetett tekinteni, de nem tudta elképzelni a látogató, hogy hogyan működik. Kerestünk archív filmeket, úgyhogy szintén QR kód segítségével a Perotin gép működését meg tudják majd tekinteni. A
keményítőgép működését, illetve a kalander működését is. Úgyhogy életre fog kelni ilyen módon a múzeum. A kiállítás megnyitót májusra tervezik a Kékfestő Múzeumban.